Tisztelt televíziónézők, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves zenekedvelő fiatalok! Köszöntöm Önöket a mai ünnep alkalmából. Kapi Gyula vagyok, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Október 1-e az a nap, amikor a világon mindenütt a zenét ünneplik. Így most mi is Önökkel együtt ünnepelünk a televízió technikai lehetőségeit kihasználva. A személyes találkozást elkerülve rendhagyó módon hangversenyezünk, óvvá mindannyiunkat a vírus járványtól. Ezt az öt szem közti találkozási módot választottuk hangversenyeinknek, partnereinkkel közösen, amíg nem válik biztonságosá a személyes találkozás. Tisztelt televízió nézők! Tisztelettel köszöntöm körünkben Salgótarján megyei jogú város alpolgármesterét, dr. Dániel Zoltán urat, és megkérem, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves salgótarjániak, kedves televízió nézők! Önkormányzatunk nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Zene Világnapja alkalmából rendezett hangversenyünkön. Rendhagyó az idei év, hiszen a koronavírus járvány miatt Önök nem lehetnek itt a hangversenyteremben. Viszont a Tarjáni Televízión keresztül követhetik az előadásokat. Yehudi Menuhin, amerikai származású hegedű virtuóz javaslatára 1975-ben nyilvánította az ENSZ október 1-jét a Zene Világnapjává. Ettől a naptól kezdve, azaz 45 éve, minden évben megemlékezünk a zenetörténet nagyjairól. Egész életünket végigkíséri a zene, születésünktől halálunkig, hiszen a zene az egyik legősibb kifejezési módja az emberiségnek. Az évszázadok során rengeteg stílus és műfaj alakult ki, amelyben mindenki megtalálja a kedvére valót. A zene rengeteg érzelmet is tud kiváltani az emberből, rengeteg különböző érzelmet, mely van, amikor megnyugtat, van, amikor felpörget, van, amikor kikapcsol, van, amikor elgondolkodtat. Azt gondolom azonban, hogy létezik egy örök stílus, ez pedig nem más, mint a komoly zene. Hiszen a komoly zene mindenen felül áll. Mondani valóját nem a ráírott szöveg határozza meg, hanem a hangszer és hang tökéletes egysége. Hiszem, hogy nekünk, salgótarjániaknak szép és felejthetetlen ünneplésben lesz részünk, hiszen a műsort a zeneiskola zenetanáraitól láthatjuk és hallhatjuk. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki a mai nap létrejöttéhez hozzájárult, legyen az a rendezvény megálmodója, szervezője vagy előadója. A tévénézőknek pedig nagyon jó szórakozást és felejthetetlen élményeket kívánok. Köszönöm szépen alpolgármester úr ünnepi gondolatait, és most már legyen a főszerep az ünnepelté. Először népzenét, népi muzsikát fognak hallani a Ruth Brothers előadásában. Először gömöri muzsikát, majd százcsávási muzsikát fog játszani Ruth Dénes, Ruth Szabolcs és Ruth Márton. Mert elfogtak a zsandárom, de nem bánt.
egy aszombati börtön ablak vasrácsa. Én magam is múzsan nézek ki rajta, mert egy baklójé őrz engem hadzsanda. Egyet sokkal többet loptak nálam. Mert egy baklójér is engem hadzsandárja. Egyre sokkal többet lopnak nálam. Yeah.
hangversenyünket klasszikus zenével folytatjuk. Franz Schubert a Muzsikához című dalát adja elő Makainé Simon Katalin, zongorán közreműködik Matusz Csilla. Vanos Boglárka fog klarinéton játszani, Armando Guidoni Balladinet című művét adja elő, zongorán közreműködik Szabó Istvánné. Thank you.
részfúvós muzsikát fognak látni, Kövesdi Krisztián fog tubán játszani, Arthur Frackenpohl Concertino tubára című művét adja elő, zongorán közreműködik Matóz Csilla. Thank you.
Zenei egyperceseket fognak látni és hallani. Először egy-egy magyar népdalnak a feldolgozását Kárdonyi Zoltán, Molnár Antal, Viski János és Szőlősi András által. Majd Pavlovics Dávid, Ég a gyertya és Kiment a ház az ablakon, valamint Ametisztek numero 2 és numero 6-os. Gitára játszik Ispán Judit. Thank you.
Francesco Cilea Adriana Lecouvre című operájából az Ecco áriát énekli Makainé Simon Katalin, zongorán közreműködik Matusz Csilla. Tangó király Astor Piazzolla tangó etüdjét, numero 3-as számot viselő etüdjét fogja játszani Földesi András fagotton, zongorán közreműködik Szabó Istvánné. Thank you.
Frédéric François Chopin Barkalolla című művét Matusz Csilla játssza zongorán. Thank you.
Tisztelt televíziónézők, köszönöm Önöknek, hogy a mai estét velünk töltötték itt a televízió előtt. Búcsúzom Önöktől partnereink, a Salgótarjáni Rendezvény és Médiai Központ, valamint a Salgótarjáni Televízió, és természetesen a fellépő kollégáim és a magam nevében. Szeretettel várjuk Önöket itt a televízió előtt, további hangversenyeinken. Szép estét kívánok, viszontlátásra!